Alig egy hónapja működnek, és már is farsangibált tartottak a nyugdíjas klub tagjai. Ez a nyugdíjas klub január 6-án alakult meg. A segítőköz alapítvány kért fel, hogy próbáljunk egy nyugdíjas klubot létrehozni. Jelen pillanatban 40 fővel működünk, de szeretettel várunk a városból minden kedves érdeklődőt. Itt működött valamikor a Közművelődési Ház nyugdíjas klubja, ami most ugye az Agora klub, illetve a nyugdíjas klubja, akit más vezet, és én vezettem 13 évig azt a klubot, aztán egy kicsikét pihentem, mert már sok volt munka mellett, mert nyugdíj mellett még dolgoztam, és most úgy gondoltam, hogy pihentem eleget, és szeretném, hogyha egy kicsikét aktivizálnám magamat. Havonta két alkalommal, tehát két hetente működünk, és úgy gondoltuk, hogy nyáron, a közbelső héten egy városi séta, esetleg a környéken egy kirándulás, gyalogtúrázunk. Ez sajnos, ugyan ők általában egyedül maradunk, ugye legtöbben, és hát valahová szeretnénk tartozni, szeretnének tartozni. Igen, hát van azért itt három házas pár. A 40-ből ez nagyon jó arány. Ma farsangi mulatságot gondoltunk, hát még most rázódunk össze, de azért az 50%-a itt van a létszámnak. A klubtagok nem csak a szórakozásban tartanak össze, de segítik is egymást, ha erre szükség van. Azért jó, mert mindnyájan megöregedtünk, nyugdíjba mentünk, megszűntek a munkatársi kapcsolatok, és a nyugdíjas klubba új barátokra leltünk. És ebbe a nyugdíjas klubba én már 25, hát nem ebbe, hanem ezzel a társasággal 25 éve járunk kirándulni múzeumokba, fürdőkbe, és most a közelmúltban nagyon beteg voltam, és ezek az emberek, ezek a barátnők segítettek át a bajon. Hát megmondom, hogy rákkal műtöttek, a kék golyóban voltam 5 hétig, és az egyikük a gyógyszertárba ment el nekem, a másik az bevásárolt, a harmadiknál, ha rosszul voltam, átjött, este, éjjel 3-4-12-kor a mögöttem lévő házból, szóval barátokra leltünk, segítőtársakra, és ha egy kicsit jó akarjuk magunkat érezni, akkor eljövünk és szórakozunk.